Na most erre láthattunk egy Need for Speed-es példát. Megbújtunk két autóval egy rendőrautó mögött. És sneaky-be végig sunnyogtunk az eventig. Van egyáltalán annyi pénzünk? 950! És ha veszítek? Aha, nem. És... jó. Miután fogadtál valakivel, tudod cancelelni a betet a B-vel, és el tudod indítani a eventet, tehát hogy gyakorlatilag nem lehet több emberrel fogadni. Nagyon OP lenne, hogyha végig lehetne fogadni mindenkivel, de hát hogyha nyersz, ez olyan money making dolog lenne, ami... Egy lehet, hogy eléggé hamar föl tudnád magad boostolni a végtelenségbe és tovább. Jaj! Kicsúsztam. Az optimális fordulatszámtartományból. Ezt még meg kell szokni. Egy pillanatra azt hittem erre a piros Civicra, hogy egy delta integrál-e ezzel a szélesítéssel. Jajjaj! Ez így para lesz. Nem akar kanyarodni az autó. Ez az. Nagyon sokat vesztettünk most. 38%-on van a verseny. Körverseny? Nagyon kell figyelni azon a szűk szakaszon. Hova tűnt előlem az abort? Jaj, kivételesen köszi. Nem már. Itt nagyon sokat veszítek, hogy nem tudom azt a kanyart bevenni szűkíven. Nagyon fura, hogy... Jó, mondjuk most fűre mentem. Már, bocsánat, tudom, hogy ez nem szép dolog, de... De hát... Vagy nyerünk, vagy nem. Egyszerűen nincs annyi útja a kontrollernek a rabaszán, hogy olyan érzékeny valamiért, hogy nagyon nehéz abban a szűk tartományban benne tartani, egy bizonyos fordulatszámon megtartani, és az elején azt a perfect startot egyszerűen kurva komplikált elérni. És most is a mitől, a miért csúszott ki, nem értem. Most is a végig beveszi gripbe, és az utolsó pár centin eldobja a seggét.
Ez olyan furcsa, olyan meg, olyan... Au! Ez az. De... Nem értem, hogy most például mitől kezdett el beforogni teljesen, tehát jó, hogy nyomtam nitrót, de egyes esetekben a nitróval bevágja az autó tűirány egyenesbe, és egyes esetekben meg teljesen eldobja. Tehát egyszerűen nem konzisztens saját magával szemben a játék, mindig... Külön... Teljesen máshogy reagál, teljesen egyforma szituációkban. És ez frusztráló, ez nagyon frusztráló, egyszerűen nincs az a pont, hogy elmondhatod, hogy igen, kitapasztaltam, megtanultam az irányítást, és tudok benne érvényesülni, mert kétszer ugyanabban a kanyarban, ugyanabban a szituációban egymást követő két alkalommal teljesen máshogy reagál a játék arra, hogy mit csinálsz. Egyszerűen, hogyha ez így marad, nem tud jó lenni a játék. Elkezd befordulni az autó. Grip. Lent van az úton. Tökéletes irányítás. Majd egyszer csak úgy dönt, én most repülök. Elkezd kiúszni a faszba, majd megint letapad, grip, elkezd megint befelé húzni a belső ívre tökéletesen, majd utána se nem grip, se nem négy kerékkel csúszik ki, hanem elkezdi eldobni a seggét és elkezd beforogni. Egyetlen kanyaron belül három különböző mechanika érvényesül, tökéletesen megszokhatatlan, megtanulhatatlan, frusztráló, idegesítő. Baszdmeg, föl a basz, szép basz, hát ilyen még Need for Speedben nem volt. A 2015-ös Need for Speed volt az utolsó, aminek teljes, totál hulladék irányíthatósága volt. És ez máshogy, máshogy szar, de ez is szar. Ezt nem lehet így hagyni. És most ezzel rengeteg... az a bajom, hogy lehet, hogy ez nálam probléma csak. Lehet, hogy én nem veszek észre valamit. Lehet, hogy... Kettőt kell majd pöccintenem valami beállításon is jó lesz. És ennek ellenére most ezzel a Rage Quit-tel elveszem csomó ember kedvét a játéktól. Pedig higgyétek el, hogy nem ez a cél. Építsünk erős játékos közösségeket, nézzük meg, hogy milyen lesz a multiplayer. Játszunk vele minél többet. Legyenek magyar Facebook csoportok. Ez lenne a cél. Nézzétek meg a játékot. Próbáljátok ki, lehet, hogy ez csak az én fasságom.
Igen, agresszívan veszem a kanyarokat, tehát ugrottok a patkákon. Lehet, hogy annak a dinamikája érvényesül ennyire agresszíven, amikor eldob a patka, és ott nyilván nem tapad le a kerék. Lehet, hogy ezt is ki lehetne küszöbölni valami irányíthatóság beállítással, vagy futómű beállítással, hogyha, mit tudom én, keményebb lenne a futómű, vagy pont ellenkezőleg. Megnézzük majd, nem tudok nyilatkozni egyelőre. Az biztos, hogy ide nem szabad felugratni, mert egyszerűen tömegével előznek meg az autók. És már ott a célegyenes. És már ötször indítottuk újra ebben a napszakban, úgyhogy nagyon kell vigyázni, nem szabad többször. Most már meg kell nyerni, nem szabad felugratni. Csak egyszerűen mindig kicsúszok ide, az a baj. Pedig nagyon-nagyon sok időt veszítek azzal, hogy feljövök azon az ugratón. Sokkal több utat teszek meg, mint a többiek. Nézzétek meg, vissza is előztek egyből. Bár ez inkább annak köszönhető, hogy nagyon kicsúsztam abban a kanyarban az ugrató előtt. Próbálok amennyire lehet csak szűken menni azért, hogy nyerjek egy kicsi utat. De hát... rendőr kiterel a pályáról, nagyszerű. Ezzel is csak növeli az előnyét az első. Picsába! Jaj, uraim, hölgyeim és uraim! Kezdek egyre frusztráltabb lenni. Ez a brutális alulkormányzottság, ami egyébként a játékot uralja. És itt mindig eldobja a seggét. I don't get it. Jó, de legalább nem vesztettünk időt azzal, hogy felmentünk. Szépen megáll a forgalom akkor, amikor jövünk szembe. És hogyha nem driftelsz orba, szájba, és első vagy, és nincs ki mögött menned, akkor egyszerűen nitrót se kapsz.
Jó. Jó. Annyi nem szabadott fölmenni. Még valószínűleg ezután a verseny után le kell ráznunk egy rendőrt. Mert nagyon itt van a célvonalnál. No. Megint kettes hit levelünk van, úgyhogy fognak jönni nagy ilyen dögökkel. Get ready! Tű, nincs nitronk. Viszlát, bácsi! Ú, mekkora szerencsénk volt azzal a fával, hogy csak úgy ki lehetett vinni. I'm escaping! I'm escaped! Hú, itt van valami. Jaj, jaj, oh, oh. Szegény autó. Nagyon szeretik mostanában a Need for Speed készítők ezeket a construction site-okat. Az előző is teli volt ilyenekkel. Csak ott nem volt ennyi munkás. Ó, ez itt egy safe house. Csak még nem oldottuk fel, úgy néz ki. Jaj! Na, mit csináljunk? Hogyha hazamegyünk, akkor át fog minket rakni a játék éjszakába. Nézzük meg a térképen, hogy van-e még B-klasszos versenyünk. Nincs. Tehát akkor nem is tudunk nagyon más tenni, mint hazamenni, ugyanis maximum cruzolni tudunk jobbra-balra a világba, aminek túl sok értelme nincsen. Szóval let's go home. Drift Zone. Bocsi, én hazamegyek. Ennek neki nem állok. Itt driftelődni. Ó, oh, burst nitro. Passa. Rendőr. Kettes szintű rendőr. Remélem hátrafelé nincs szeme. Ott van előtte egy egyes szintű rendőr is. És azt is remélem, hogy egyenesen mennek tovább. Tsüü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 ü
Menjünk mindenen keresztül, kassó. Kéne egy terepjárót építeni csak arra, hogy hazamenjünk. Meg versenyre menjünk vele. Valószínűleg nem lehet majd autót választani egyébként garázson kívül, úgyhogy nem lenne túl jó taktika. Au. Itt egy rendőr. Meg mögöttünk is. Csak nem látnak ránk. Azt írták egyébként, hogy valahogy le lehet állítani az autót.
Jajajaj. Nem! Ez fájt. Most egyre nem tudtam kirakni az indexet, de valószínűleg, mivel ez egy játékban lenne, se használnám. Igen, safe house. Most miért nem tudok bejönni? Mi van? Ez hülye. Ez majdnem elkapott a rendőr. Let's go, 20K in the garage.